Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. Üdv mindenkinek, sziasztok, itt vagyunk Csabival a Parkfermében ezen a héten is, hiszen a hétvégén volt Forma 1 ugye Japánban, úgyhogy természetesen ezzel fogunk kezdeni, de lesz egy kis rally is, és lesz tereprali világbajnokság is a mai műsorban, úgyhogy neki is ugrunk. Suzuka, volt egy picike szünet, Csabi, és most visszatértünk Suzukába, amelynek igazándiból a hét közben az volt a sok-sok hír, hogy milyen időjárás várható, nagyon sokáig arról volt szó, hogy majd vasárnap pont esni fog, hát pont vasárnap lett a legjobb idő, de azért egyébként elbúcsúztak egy darab szabad edzéstől gyakorlatilag mindannyian, mert az esős volt. Egy eléggé olyan országban mentünk megint, ahol nagyon szeretik a Forma 1-et, 226 ezer néző a hétvégén, amire nagyon büszkék voltak, bár egyébként egy 400 ezeres amerikai hétvégét azért meg se közelít. Hogyan vártad a hétvégét, milyen volt? Nézd, Suzuka az egyik legtradicionálisabb pálya, és szerintem minden pilóta szereti, mert olyan a vonalvezetés, hogy élmény lehet rajta menni, sajnos még nekem nem volt szerencsém, de ez például egy olyan pálya, amit szívesen kipróbálnék. Szóval ilyen szempontból jó volt, vagy mindenki nagyon várta, de hogyha kicsit inkább a objektív dolgokat nézzük, akkor Suzuka azért is fontos, mert az eddigi pályák azért valamilyen speciális karakterrel rendelkeztek, és Suzukába azért általában egy nagyon jó egyensúlyú autóra van szükség, akár aero, akár mechanikus oldalról. Tehát ugye ott különböző szektorokban, különböző tulajdonságoknak kell, hogy jól működjön az autóban. És ilyen szempontból azt gondolom, hogy az idei első olyan pálya, ami igazán mérvadó, hogy melyik konstrukció az, amelyik versenyképes. Több csapat ugye fejlesztéseket is hozott már, ugye a Red Bull is, hiszen mondták, hogy ők eleve itt tervezték, tehát ugye még mikor elkezdték a tavaszi tesztet, akkor is ugye egy új elemnek, új alkatrésznek megvan a gyártás folyamata, és azt tudni előre, hogy mennyi idő, stb. Tehát ők már tudták akkor, hogy Japánba hoznak, de mások is hoztak, az Aston Martintól elkezdve akárhogy. Úgyhogy ilyen szempontból érdekes volt, ugye inkább Suzuka a szezon másik felébe szokott lenni, tehát ugye a bajnokság szempontjából is általában érdekes, ez most egy kicsit ilyen korai, de szerintem mindenki várta, mert egy különleges futam, és szerintem üdítő mindenképpen. Igen, az időjárás itt mindig izgalmas kérdés, úgy tűnik, hogy tavasszal is, nem csak ősszel, mert... Milyen meglepő. Hát igen, mert ugye volt, amikor már elmosta az eső, komplett hétvégét törölni kellett, egy napon megtartani, sötétbe, stb. Volt már minden. És most pedig az új esőgumis gumiszabályok kerültek Rivalda fénybe pénteken, mert ugye az egyik szabad edzésen, hogy egy kicsit esett az eső, de akkor ott kevesen kezdtek el autózni, mert hogy akkor elkopnak a gumik, és még esőt mondanak a hétvégére, és ugye most már idén nem kötelező visszaadni esőgumit, hanem pénteken a nap végén, hanem megkapják azt a kontingenst, amit egész hétvégén használhatnak, és pont ezért mindenki elkezdett spórolni vele, és esőben nem menni, hogy majd vasárnapra legyen gumi. Hát szerintem maradt mindenkinek elég esőgumi a mai napra. De vasárnap azért vissza kellett adni. Vasárnap vissza kellett adni. De mindegy, ez ilyen szempontból lényegtelen. Hát a nézőszám persze teltházas volt, az látszott a felvételeken, és szerintem ez egy nagyon nagy dolog, mert azért ott Japánban se olcsó a belépő. Egyébként hatalmas motorsport rajongó tábor van, és tényleg szerintem az egyik legkedvesebb rajongó közönség van Japánban. Hát azért motorsport nép, egy motorizációs központ a világban, úgyhogy
Úgyhogy szerintem ilyen szempontból mindenképpen egy unikum ez a japán verseny. Csak egy mondatot elég említetted az alkatrész gyártásnak az időpontjait, és ugye a múltkori versenynél nagy felháborodást keltett, hogy nincsen tartalék monokok bizonyos csapatoknál. Azóta kiderült, hogy ezzel nem csak a Williams van így, és lettek ebből ilyen ribilliók, hogy akkor most kinek miből van tartalék, nagyon sok mém született, nagyon sokan azért a Williamsbe belerúgtak, majd azért csak kiderült, hogy ezzel nem egyedül vannak ők így. Nem, hát nyilvánvalóan így a szezon első felébe azért még mindenki próbálja legkésőbbre kitolni a fejlesztés utolsó fázisát, stb. Hát ebből adódóan nem kezdik el a gyártását végtelen mennyiségbe az alkatrészeknek, főleg ugye mondjuk, ha van egy ilyen fejlesztési csomag, ami módosított az adott alkatrészen, akkor az eddigiek azok mehetnek kukába, tehát hogy így égetik a pénzt, ha úgy tetszik. És igen, ugye Ausztráliában ugye az egyik autó ki is hullott a versenyről, miután Albon szabad edzése összetörte, megsérült a monokok, ezért ő versenyezhetett, de ugye Sargent nem. Most mind a két Williams a rajthoz tudott állni, bár azért megtettek mindent, hogy ne sikerüljön. Sargent próbálkozott. Ő próbálkozott, de nem sikerült. Tehát, hogy nagy nehezen, de összerakták az egyik, vagy hát a másik autót is a hétvégére. Sargent ugye pénteken egyből össze is törte újfent. Jó, hát ez egy versenyzői hiba volt. Hát hozzátéve, hogy igen, az egy szerencsétlen hiba, mert azért a 130-er bejáratánál két kerékkel a fűről fordulva, nem tudom, lehet, hogy el lehet fordulni, de kicsi az esélye szerintem, de bátor volt, az biztos. Na mindegy, szóval ez egy nyilván egy versenyző hiba, ilyen előfordul. Mindenesetre rosszul jött ki, hogy akkor megint az autó sérült, hát és aztán a versenyen megint az autó sérült egyébként, és az már hír most már a verseny után, hogy egyébként azt a monokokot, amiben most Albon ült, azt vissza is küldik még Kína előtt Angliába a repülővel, tehát szétszedik monokok fel repülőre, vissza Angliába, hogy bevizsgálják, hogy olyan használható-e Kínába, tehát hogy gyorsan megröptetik azért így a zöld. Ez benne van a 145 millióban. Ez a 145 millióban, meg az 5 csillagos, vagy 3 csillagos zöldek vagyunkban is benne van. Még a kvalifikációról mesélj egy kicsit, kérlek, mert bevallom őszintén, hogy a horvát dobóverseny miatt azt nem sikerült látnom, viszont a nyilatkozatokat utána láttam, a kedvencem a Hamiltonos, hogy csak fél másodperc, hol van a fél másodperc, meg hogy azért többen itt ki voltak feszülve. Egyedül Verstappen nem volt kifeszülve, aki azt bírta nyilatkozni, hogy nem rossz, lehetett volna jobb is, de hát kit érdekel. Végül is, igen. Igen, egyébként szoros volt az időmérő, tehát hogy... Egy rétegben. Viszonylag, igen, de azért a Red Bull se volt annyira elképesztően domináns, mert azért... 1-2, tehát hogy jó eredményt értek el, de azért nem volt ez annyira egyértelmű, és nem másodpercekkel. Tehát azért a McLaren, a Mercedes, az Aston Martin, stb. A Ferrari közelebb jött egy kicsivel hozzájuk, mint mondjuk tavaly voltak. Ez jó hír valamilyen szinten. És közöttük iszonyat kicsik a különbségek, tehát tizedek döntöttek. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon izgalmas volt szerintem az időmérő. Verstappennek nem volt tökéletes a köre, mert állítólag a kör közepén az első gumi már nem hozta a maximumot, tehát túlterhelte az első felébe a körnek, és így a másik felébe nem tudott már úgy menni, ahogy lehetett volna, de hát igen, tényleg így is pole pozíció, tehát még előrébb így se úgyse rajtolhatott volna. Tehát nulladik rajthely még nincs. Egyébként a tavalyi időhöz képest azért közel 7-10, azt hiszem 7-10-del jobb lett a pole idő, 5 vagy 7 valami ilyesmi, szóval hogy azért elég jelentős. A középmezőny az nagyon-nagyon szoros, tehát tizeden belüli különbségek voltak, és nem véletlen elemezték, hogy tényleg egy-egy tizedet, ha valaki elhagyott itt-ott, akkor gyakorlatilag sok-sok helyet lehetett elhagyni. És ilyen szempontból azért nagyon nagy jelentősége volt. Főleg ezen a pályán, ahol vezetni ugyan szeret mindenki, de előzni szinte lehetetlen, mert nagyon kevés az olyan egyenes, ahol olyan lendületelőnyt tudsz kiautózni, vagy ahol elfértek egymás mellett. Szóval, hogy nagy jelentősége volt a rajt pozíciónak. Időmérőről, amit kiemelnék, hogy például ugye negatív
kiemelendő például Stroll, aki ugye nagyon hamar elbúcsózott az időmérőtől, ezzel szemben Alonso megint erőn felül teljesített. Egyébként be is hallotta, hogy valami eszeveszett túlvállalós kör volt. Igen. Tehát ő azt mondta, hogy most muszáj volt neki már másodjára, Ausztráliában is megpróbálta, meg ott nem sikerült, de most is, hogy valahogy úgy fogalmazta, hogy a komfortzónán felüli túlvállalás, tehát hogy tényleg no limitbe, ez azért veszélyes, de bejött neki, mert elképesztő jó kört tett össze, és ezért is egy jó rajt pozícióba vált a verseny. Ami szerintem még negatív és lassan elgondolkoztató, pont a hétvége után, vagy a verseny után, vagy a időmérő után, bocsánat, volt egy statisztika, hogy melyik csapatoknál milyen a versenyzői arány időmérő, és gyakorlatilag a Red Bullos csapatoknál van 4-0. Igen. Most ez Verstappen Perez viszonylatában nem akkora nagy meglepetés, bár Perez itt azért nagyon jól ment egyébként, tehát meglehetősen közel ment Verstappenhez, és szerintem kifejezetten jól teljesített. Na de a másik autónál, a másik csapatnál, a Tsunoda-Ricardo párosnál ott ez már nagyon-nagyon kellemetlen. Igaz, hogy Ricardo most volt a legközelebb hozzá, hiszen mindössze azt hiszem 55 ezred választotta el. Közvetlen egymás mögött rajtó. Vagy hát, közvetlen, igen, 10-11, de így nem jutott már Q3-ba. Igen. Meg a statisztika az egyértelmű, így előtte volt kész pont. Most egy 55 ezred, ez pech, hívhatjuk így is. De igazándiból Ricardótól nem azt várnák el, hogy pariba legyen Tsunodával, hanem hogy vezesse a csapatot, és úgy tűnik, hogy ez most már 4 hétvége után sem megy, sőt. Úgyhogy szerintem ez egy rossz jel neki most már sokszorosan, úgyhogy nem csodálkoznék, hogyha már neki nem lenne olyan sok hátra itt a hogy mondjam, ha így folytatja, akkor az idei évéből. Ugorjunk rá a versenyre, aminek ugye nyilván ez a párosítás is a rajtnál rögtön egy érdekes része. Ami az első rajtnál egyébként nagyon feltűnt nekem, hogy nagyon ritkán látunk olyan Forma 1-es versenyt, amikor mindhárom gumi van a rajtnál fönt versenyautókon, tehát mindenki próbálkozott mindennel, és ez nagyon tetszett. Ugye ez köszönhető annak is, ahogy mondtad, hogy a középmezőn gyakorlatilag a harmadik helytől mondjuk a tizedikig, tehát a pontszerző a két Red Bullon kívül, az elképesztően szoros volt, és ott nagyon kellett a taktika, a gumi taktika is, és például ugye Alonso megpróbálkozott a lágyjal, és egy iszonyat rajt után úgy beszorult szerencsétlen az első próbálkozásnál a Sainz Norris 2-ös mögé, de hát nem tartott sokáig, hiszen már a második kanyarban ugye baleset történt. Hogy értékeled a balesetet, hiszen én azt gondolom, hogy full verseny baleset, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy felügyelő versenyzőként hogy látod, mi történt. Igazándiból verseny baleset szerintem is, tehát hogy nyilván Ricardo volt a hibás, de nem volt szándékos, effektív, szinte holttérben volt az Albon, ott abban a helyzetben nem is feltétlen kellett neki, hogy lássa, hogy ott hogy van. Nyilván rossz, hogy ennyire keresztbe mozdult, de normál esetben ott a szűk ívről, ott mellette nem kéne, hogy legyen valaki. Persze gondolta volna, hogy hiszen tudta, hogy ő nem gyorsult úgy ki, akkor lehet, hogy valaki mellé jön, de az nem is annyira előzési pozíció. Tehát, hogy normál esetben ez nem logikus, hogy ott van valaki, rosszul jött ki. Rosszul jött ki azért, mert meg a verseny se tudta befejezni csak a falban. Tehát ahelyett, hogy esetleg tudott volna pontot szerezni, és ezzel menteni a mundér becsületét, ez kifejezetten rosszul jött ki Ricardónak. Úgyhogy, de effektív, csak ezért az esetén nem lehet elítélni, mert hát pech, ennyi. A két Red Bull elég gyorsan mindenkinek a tudtára adta, hogy ahogy te is mondtad, egy ilyen jellegű pályán, ahol azért mindenre szükség van, itt azért a versenytempójuk az nagyon más szinten van még, mint a többieké. Főleg úgy is, hogy amikor esetleg kerékcserék után belekerültek egy picit a mezőnybe, mindketten nagyon gyorsan visszamentek, és itt a mindkettent hangsúlyozom, hiszen nem szoktuk annyira dicsérni Perez, de én is azt gondolom, hogy ezen a hétvégén, főleg a versenyen igen-igen jól teljesített. Abszolút, szerintem most, ha ilyen hétvégei lennének, akkor nem lennének beszélgetések, hogy ki ül a helyére. Hogy 25-től kijön, mert akkor igen, nem kell őt mert akkor minek? Én akkor van. Minek? Sőt, aztán pont a Horner mondta, mert ugye volt a 130R-ben egy belső éves előzés, azt hiszem Hamilton ellen, hogy kicsit ott nehezen vette a levegőt, mert azt mondja, ez nem úgy nézett ki, mint egy 3 gyerekes apuka, de aki még haza akar menni, azt mondja, hogy miért nem várod meg az egyenest, vagy valami, nyilván tök jó, hogy versenyzik, de szóval azért az eléggé veszélyes manőver volt. De lényeg az, hogy
Ugye azt mondják, hogy a gyors részek voltak eddig a Red Bullnak a nagyon előnyei, nagy előnye, hogy gyors kanyarokban, tempós kanyarokban nagyon stabil és jól átviszi a sebességet. Ez megmaradt, de a többiek ebbe fejlődtek. Viszont ezzel párhuzamosan a lassú kanyarokban is jó továbbra is a Red Bull. Tehát nem csak a gyors, de a lassú részeken is jó, és a többiek viszont a lassú részeken vagy vesztettek, vagy a Red Bull ott is javult, szóval ezt nem tudni, hogy egyik lett rosszabb, vagy a másik jobb, de a lényeg az, hogy a gyors részeken a többiek is most már egész jók hozzájuk mérve, hiszen ők a mérce, de a lassabb ilyen hajtű kanyarokban, vagy az ilyen szűk visszafordítókból kigyorsításoknál úgy tűnik, hogy ott most vagy találtak plusz valamit, vagy még mindig van előnyük, de a lényeg az, hogy az az autó annyira komplet, ahogy a rázóköveken mennek, azon is látszik, ugye pont itt ez kicsit ilyen old school pálya, és vannak rázókövek, amelyeket használni is kell, és látszottak lassításokban gyönyörűen, hogy bizonyos autók olyan esetlenül pattognak át rajta. Hát a Sargent volt emiatt, ugye rázókőérintés miatt volt is a homályba, a Marbon. Igen, de több autónál is látszott, időmérőnél is, versenynél is, hogy olyan sután billegnek át rajta, és hát az nyilván a egyensúly megbomlásához vezet, tehát azonnal február az autó egyensúlya. Tehát persze ez egyébként futómű is, meg nagyon sok minden, de ugye kompromisszumos beállítások kellenek mindennen, hogy a pályán is jó legyen, a rázóköveken is jó legyen, itt is, ott is, amott is. Ez mind-mind egyfajta kompromisszum, úgy tűnik, hogy a Red Bull ezekkel az állítási lehetőségekkel is nagyon jól tud játszani. Beszéltél érdekes előzésről, ugye voltak a mezőnyben érdekes előzések, hiszen a kanyargós részen kívülről tudott a Cunoda kétszer, a Stroll meg háromszor is előzni, és ugye ez az utolsó pontszerző helyért ment többek között, a kettejük között is a vívás, ugye nem dicsértett Strollt az időmérős teljesítmény alapján, viszont szerintem a versenyen egészen szépen feljött, vagy egészen főleg a vége felé egészen lendületesen autózott, bár voltak menet közben olyan kommunikációi, hogy ez egy GP2-es autó az egyenesben, tehát hogy én is csodálkoztam rajta, mert egyébként pedig Alonso megmutatta, hogy azért lehet ezzel az autóval igen. Lehet, hogy ezzel Alonsót idéztem, mert azt hiszem Alonso pont itt Japánban mondta ezt a mondatot, ha jól emlékszem, úgyhogy igazából lehet, hogy csak idézett a nagyősöktől, nem tudom, de hát ez az ő szájából furán hangzik szerintem, azért ha időmérőn ennyire hátul van meg minden, akkor azért úgy nem kéne ezzel annyira, mert lehet, hogy a csapattárs az egy picit jobban teljesít nála, úgyhogy az övé, és ugye az a motor van benne, meg minden. Na mindegy, szóval, hogy igen, a verseny egy kicsit jobban ment, de amikor valaki ennyire hátulról indul, onnantól kezdve tényleg már az csoda, ha pontokért lehet küzdeni, úgyhogy. És Cunoda? Szerintem most már sokadik verseny óta, ahogy elején is említetted az időmérős különbségben is, de sokadik verseny óta iszonyat agilisan szedegeti össze a pontokat. Hát nézd, az, hogy a Ricardo küszködésével ugye Cunodát is méregetik, ez szerintem őt is azért motiválja, de itt ezen a versenyen most a mezőnben való autózással se volt akkora problémája, mint a korábban. Szoktuk mondani, hogy zavarja, ott van valaki. Igen, most igen. Azért annyira nem zavarta. Igen, tehát most a versenyen is egész jól teljesített ahhoz képest, úgyhogy szerintem magasan van a léc relatíve Ricardónak. Úgyhogy, de szerintem pont az, hogy ez Cunodát is úgy motiválja és tovább hajtja, hogy ne tudja elkapni őt Ricardo, mert hát nyilván egymással küzdenek, tehát ez nem szivatásból, hanem neki ez a dolga. Voltak olyan csapatok, például a Ferrari, akik a két pilótával is teljesen más gumitaktikával vívtak. Mi a véleményed a Ferrari szerepléséről? Hiszen azért a Leclerc a 8. helyről nagyon-nagyon-nagyon szép teljesítménnyel jött föl, és végül ugye 4. tudott lenni. És ráadásul megnyerte a napversenyzője díjat is, ami tudjuk, hogy semmit nem számít, de egyébként azt gondolom, hogy ő volt az egyik legnagyobb pozitív meglepetés, független attól, hogy Sainz a saját gumitaktikájával és a nyugodt versenyzésével megint bebizonyította, hogy a Ferrari jó döntést hozott ezek szerint a aláírásokkal. A Sainz nagyon erős most. Az utóbbi hetekben, utóbbi időszakban, lehet, hogy ez a vakbélműtét tényleg jót tett, nem tudom, de Egy olyan részt vettek ki, ami nem kellett. Igen, csak hülyeség jött belőle. Na mindegy, szóval, hogy a Sainz nagyon jó. Ez tény. És jól olvassa a körülményeket. Szerintem a Ferrari gumitaktikája az rizikós volt, pont azért, mert itt azért nem állt rendelkezésre olyan rengeteg adat a gumikopással kapcsolatban, és azért nem volt egyértelmű, hogy ez fog-e működni, vagy nem. Egy, kettő,
Azért se állt rendelkezésre sok adat, mert a verseny napján teljesen más időjárási körülmények voltak. Sőt, még a verseny során is sokat változott. Ugye az elején egy nagyon napos verseny volt, aztán beárnyékosodott, és lehűltek a körülmények. És aztán pont Perez mondta, hogy teljesen máshogy működött az autó a verseny elején, meg a verseny végén. És ennek is volt köszönhető, hogy a végén egy ilyen kiemelkedően jó etapot tudott menni a kemény gumikkal, bocsánat, ezt Sainz mondta. És pont ezért gondolom, hogy azért nem vagyok abban biztos, hogy ezt így előre az egészet kiszámolták és lemodellezték, de minden esetre húztak 19-re egy lapot, és úgy tűnik, hogy bevált. Tehát, hogy ez most jól jött ki nekik. McLaren, hiszen ők is nagyon jól mentek, és a kocsi elképesztően agilisan nagyon jól mozog, a két pilóta tudjuk, hogy nagyon jó. Ugyanakkor most ez az elképesztően kiélezett verseny kényszerítette hibára a pilótákat, és többször is sikerült hibába belehajszolni őket. Holott azt gondolom, hogy nagyon jó tényleg a kocsi, és nagyon jó a csomag, de láthatóan ennyire feszített tizedekért szóló versenyben bele lehet rángatni őket a hibába. Bele. Hát ugye ez a pálya eleve egy nagyon versenyzőigényes pálya, tehát itt elképesztő pontosan kell menni, hogy jól menjél, és pont ez a szoros középmezőnynek az oka is, meg a különböző taktikáknak is, hogy nulla hibázás fér bele, tehát mindenkinek nem a határon mennek, csak a pillanatnyi határon, ha úgy tetszik, tehát ugye spórolnak ezzel, azzal, amazzal, de ami elméletileg lehetséges, azt ki kell hozniuk, tehát hiba nem fér bele, plusz másodpercek nincsenek a történetben, amit el tudnak szórni, úgyhogy ilyen szempontból, ha valaki így mélyebben nézi a versenyt, azért találni benne érdekességeket, mondjuk úgy, de igen, tehát hogy ezzel lehet talán feldobni az egyébként önunalmas versenyt. Alonso, aki a végén még ahhoz, hogy a saját helyzetét védje, még magára is eresztette Piastrit, hogy kapjon DRS-t, ugye ezt most már tavaly óta Sainztól megtanultuk, hogy ez egy nagyon jó taktika, és most Russell ellen ezt nagyon szépen használta, mert így valóban nem volt esély Russellnek már Alonsónak a közelébe se kerülni. Hát ugye térjünk vissza Ausztráliához, ugye Alonso büntetése, ami eléggé viszályos, és én akkor is mondom, hogy szerintem ez nem feltétlen jó húzás, ez egy versenyzői trükk, taktika, fogás, ő kifejezetten nem veszélyeztette Russell, csak túljárt az eszén, de hát ilyen van. És effektív akkor is azt mondta Alonso is, meg hát, mások is, hát igazából főleg, hogy hát ilyet világ életében használt meg, szóval, hogy a Schumacheri csatákban ennél sokkal cifrábbakat is használtak, és soha senki nem szólt, és itt is, ha nem dobja el az autót, akkor se szól senki, mert hát ez a versenyzés sava borsa, tehát, hogy ezt előírni, hogy ilyet nem csinálhatsz, akkor mit csinálhatsz effektív? Tehát, ez a leddem rész ellen van, igen. Hát pontosan, tehát, hogy ez teljesen nonsense, és most is azért ebben volt egy ilyen beszólása neki, és szerintem teljesen jogosan és nagyon találóan, hogy hát igen, megcsináltad, de nem volt benne biztos, hogy szabályos-e, mert lehet, hogy kitalálják, hogy ilyet sem szabad csinálni, mert ennyi valami oknál fogva. Szóval szerint én továbbra is hibás döntésnek tartom azt az ausztráliai esetet, mert a versenyezni legalább hagyni kell őket ezekbe a túlszabályozott körülmények között is. Ezt Alonso újfedmester ilyen csinálta. Én Alonsót továbbra is nagyon nagyra tartom verseny taktikailag. És ugye köztudott, hogy ő az egyik, aki a lehető legjobban olvassa a komplett versenyképet. Tehát hiába ül benne az autóba, többet tud róla, mint bármelyik tévénéző. Ez úgy tűnik, hogy a Spanyolországban lehet valami a tacóba, vagy én nem tudom, vagy a tapászba, mert ez a két spanyol tudja ezt. Ezt nagyon. A két spanyol tudja, igen, úgy tűnik. Elképesztő. Mercedes. Hát olyan ott voltak, versenyeztek, benne vannak ebbe a branchba, de egyetlen pillanatra se tűnt úgy, hogy ebből a branchból ők jó helyen tudnak kikerülni. Pedig még maga Toto is odautazott. Ahhoz képest, hogy arról volt szó, hogy nem. Ugye, mert hogy ez is egy hír volt. hát ez a héten. Már ez a hír, hogy ő hát, ott lesz. Hát, mégis mi más? Egyébként meg az lett volna a hír, hogy nincs ott. Na, igen. Mindegy. Szóval, hogy hát a Mercedes itt tart. Itt ez a kőkemény. Ez a realitás. Ez a realitás, igen. Közelebb vannak.
közelebb vannak, mint tavaly voltak, de... Csak másik három csapat is közelebb. Másik három csapat is, igen, igen. Úgyhogy például Alonso esetében ugye megy a nagy találgatás, hogy jó, de kimegy Hamilton helyére, és továbbra is azt vélem, hogy Alonso helyzetében nem egyértelmű, hogy mondjuk egy Mercedes-es váltás az előrelépés lenne-e. Igen, ezt beszéltük is, hogy az lehet, hogy csak oldalra lépés. Ez továbbra is tartom. Sőt, igen, főleg úgy, hogy az Aston Martin elég erősen próbál ráfejleszteni, mindent igen, megkap. Igen. Pénz, paripa, minden van, tehát amit akarsz. Alonso nyilván kiemelt versenyzőként van kezelve, és gondolom minden kívánsága teljesül a körülményekhez képest. Szóval, hogy hát a Mercedes most itt tart, egyszerűen küzdenek továbbra is. Nem a pilótákon múlik meggyőződésem. Nem. És akkor a végeredményt elemezve egy kicsit, ha már mondtad, hogy ez mennyire megmutatja a jelenlegi állást mindenkinek, hogy Verstappen 13 másodperccel nyert Perez előtt, és 20-szal Sainz előtt. Tehát nem vagyunk sokkal távolabb attól, amilyen a tavalyi versenyek voltak, hogy ez a 20 és 30 szokásos, között. Szokásos, kényelmes. Igen. És úgy, hogy igazándiból látható nem kellett sietnie, mert az utolsó körben még ugye tudott egy legjobb kört is futni. Tehát. Igen, ebben még maradt. Persze. Ebben még maradt. Tudjuk, hogy ez nem volt kiautózva. Ez be volt osztva szépen, kényelmesen. Úgyhogy igen, lehet, hogy a utolsó körökben már, hogyha lett volna az autóban valami kis beépített szimulátorjáték, a kormányban az, amíg játszott volna, hogy ne aludjon el. De nem, viccet félretéve. Ami érdekes szerintem, hogy a négy verseny idén mindegyik dupla győzelem volt. Ugye igen. Abból három Red Bull, de egy Ferrari, és ez kicsit olyan érdekessé teszi ezt az egészet. Mert önmagában szerintem egyáltalán nem az már. De azt nem mondhatjuk azt, hogy a harmadik helytől lefelé nincs harc. Ott legalább ott van nagyon, verseny, tehát az nagyon, valamennyire izgalmasá teszi azért a hétvégéket, nyilván az első. Hát nyilván kirajzolódik a mezőny második fele is most már, azért úgy elég kontrasztosan. A mezőny közepe az nagyon zsúfolt, és talán még szorosabb, mint tavaly. Tehát ugye ezek a várakozások úgy tűnik, hogy beigazolódnak. De hát mondjuk azért Verstappennek nem lesznek álmatlan éjszakája az idei év miatt, azt hiszem. Ha a csapat eredményekre nézünk, akkor egy Red Bull 141, Ferrari 120, McLaren 69, Merci 34, 4 futam után. Na, ezt vártam, hogy ez így ránézve a táblázatra is siralmas. Igen. Ez már most szörnyű. Igen. Hát azért mondom, hogy itt nem 24 izgalmas futam lesz, hanem hát... Még a magyar nagydíj is kérdéses, hogy addigra még egyáltalán bármi izgalom lesz-e. Igen, meg hogy mennyire gyorsan fogják, ha ilyen ütemben mennek, akkor mennyire gyorsan fogják megnyerni mondjuk például a csapatvilágbajnokságon. Hát na ezért mondom, hogy... És érdektelenné válik és akár egy harmad év a végén. Effektív nekik, ez tök jó, hogy a középmezőny így keresztbe veri egymást. Mert ők mindig elő vannak, de ha mindig más a másik, harmadik, negyedik, ötödik, akkor még nagyobb lesz a ők még nagyobbat nyernek effektív, úgyhogy ez a lehető legjobb. Folytatás? Kína. Folytatás Kína. Meglátjuk majd, de hát figyelj, most már szerintem 4 futam után azért látszik, hogy a Red Bull normál esetben ott van. Perez, ha ügyes, akkor effektív ő a második. Már pedig egyelőre idén a 4 futam alapján le a kalappal, amit teljesít. Igen, egyébként pont mondták, hogy ha ő így menne, nem csak ez a hétvégén, hanem most így az első 4 futamot nézve, oké. Volt egy-két malőr, ugye pont Melbourne-ben mondtuk, hogy azért ott kicsit a szürke egér volt, tehát amikor kellett volna, nem volt ott. De ha a Cusamant nézzük, sokkal jobb, mint mondjuk 23-ban. Igen, annál sokkal jobb. Úgyhogy effektív ott van a bajnokságban is körülbelül, úgyhogy igen, első, másodiknál sokkal előrébb nem lehetnének így se. Úgyse, szóval, hogy meglátjuk, de azt hiszem, hogy a 24 futamra nézve ez nem kecsegtet olyan végtelen mennyiségű izgalommal, legalábbis én most azt látom. Akkor egy kis rallis kitekintő, hoztam egy pár hírt így az hétvégi rally versenyekről, meg terepralliról. Volt Lavantál Ausztriában, ami a Mitropa fordulója is volt, meg természetesen osztrák bajnok is, ugye Mitropában nagyon sok magyar érdekelt, és nagyon sok magyar érdekeltségű csapat is vissza autókat, többek között Simon Wagnernek ugye az Euroszol, akik múlt héten vagy két héttel ezelőtt is nyertek Rébenlandon. Most is sikerült Wagnernek nyernie, János Kodájával, amelyen egyébként a Csabiék is mentek a laptimingban, annyi, hogy elütött az két gyorsal a vége előtt egy szarvas, de ez sem zavarta meg.
nem volt eleje a kocsinak, de összerakták az Euroszoft szerelői, és még így is tudott nyerni. Az öccse előtt, Julian Wagner előtt nyert, egyébként még Hermann Neubauer volt, aki szokás szerint lépést tudott velük tartani, de ő is bereppent az erdőbe, úgyhogy egy kicsit ő is visszacsúszott. Egyébként a második gyorsági szakasz törölni is kellett egy elég komoly baleset miatt, amelyben szerencsére senki nem sérült meg, viszont vannak fotókról, amit Viktor most biztos bevág, hogy egy ilyen nagyon kellemes Mazda kitkár, Mazda 2-esből épült ilyen kitkár, hát az picit meg semmisült ott a fasorba, de mindenki karcmentesen kiszállt a kocsiból. A Mitropa értékelésben László Zoliék az abszolút 8. helyen végeztek, ugye ez egy Skoda Fabia RS, és Kanyi Kanték pedig az abszolút 12-en, 2WD 5. És Mitropa 2WD 3. helyen, egyébként a bajnokságban is a 3. helyen állnak. Úgyhogy ott egyébként nagyon érdekes, hogy a Mitropa értékelés első helyén 2WD-ben 1/10 nyert a szlovén Mark Skuj. Azért az annál kisebb különbség gyakorlatilag nincs. 1/10 mérik, úgyhogy igen. Igen, 1/10 nyert a csávó végére, nagyon komoly. Csehországban megkezdődött a Rally Sprint bajnokság, a Vaska Rallival, ahol Igor Vacigál navigálásával Erik Zajc nyert Kopecky és Stritesky előtt, ugye ezek a cseh világsztárok. Úgyhogy megint elkapta valaki Kopeckit, és nyilván Zajc is készül az Európa-bajnok és a világbajnoki versenyeire. Mindenki készül a Rally Hungary-re, ugye a Murva versennyel. Olaszországban volt olasz Murva bajnokság, amelyen gyakorlatilag, mintha egy kis EB lett volna, egy 75 kilométeres Murva verseny, úgy hívták a versenyt, hogy Val de Orca. 47 percnyi gyorsaságiban 1,7 másodperccel nyert Fabrizio Zaldivar, úgy, hogy a második helyen Tempestini végzett, de 1,6-on belül volt még egy szakasszal a vége előtt Mikko Häkkilä is, a finn felfedezett, aki most Toyotára váltott. Ő az utolsó gyorsan visszavonult, tehát akkor hárman voltak 1,7-en belül. És onnan még 2 másodperccel van az első olasz az abszolút helyen, úgy hívják, hogy Tommaso Ciuffi, és onnan még 2,5-re Battisoli, aki szintén EB résztvevő. Tehát 5-ön belül voltak 5-en. 47 percben. Az elég komoly. Az egy picit erős, az nem? Az elég komoly. És ott indult László Martin is, aki egyébként az abszolút 11. helyre tudta behozni a Skodát, tehát ők is készülnek. Ugye vagy versennyel, vagy teszttel készülnek a legtöbben, többek között Bútor Robi is 2 nappal ezelőtt tesztelt. Úgyhogy mindenki készül a most hétvégén érkező Rally Hungary-re, ugye Veszprém környékén, mindenkinek ajánlom, hogy aki tud, az menjen, és biztonságos helyről majd nézze a Rally Hungary-t. Fontos bejelentés, hogy a Lancia márka úgy döntött, hogy elméletileg visszaszáll a Rally világbajnokságba. Még szó van róla, hogy felvásárolnak egy csapatot és egy másik csapat tovább élésével, vagy újként fognak beszállni, nyilván ez köszönhető majd az új szabályozásnak, amelyet mindenki nagyon vár, és amely miatt egyébként elég sokan felszólaltak, többek között Cyril Abitbol is, ugye azt mondta, hogy a Hyundai-nak nagyon fontos lenne most már megtudni, mik a pontos szabályok, mert úgy marha nehéz fejleszteni. Ugye ezt az FIA júniusra ígérte, ők pedig verik a tamtamot, hogy ezt előbb szeretnék tudni, mert nekik nem elég fél év arra, hogy autót építsenek. Ennek egyébként egy picit ellentmond, hogy most a horvát VB előtti teszteken a Toyota már 2 különböző kialakítású és 2 különböző fajtájú autót is tesztelgetett a normál teszt mellett, új szárnyakat, megváltoztatott dolgokat, attól függetlenül fogalmuk nincsen, hogy milyen szabályozás lesz egyébként hivatalosan, de hát ez a körülbelül mindenki tudja, hogy miről lesz szó, hiszen az alapokat elmondta az FIA, és a Toyota már így tesztelget, de a Hyundai pedig föltette a kezét, hogy ők, amíg nincsen konkrét szabályozás, addig nem tudnak mit csinálni, és nagyon várnák ezt, hogy legyen. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy az elkövetkezendő hetekben ez elég nyomás lesz az FIA-nak ahhoz, hogy végre legyenek új szabályok, mert egyébként igen fontos lenne. Hát elég fontos lenne, meg ugye a csapatok ugye össze is fogtak, hogy a meglévő csapatok akkor most, hogy akkor ez a mostani szabályrendszer most mégis maradjon, igen, akkor mi legyen. Igen, mert most mindenki észrevette, hogy az oké, okay, hogy megint építhetnek egy új autót, meg ki tudja hány WRC 2 pluszos fog beleszállni, igen. Most éppen nem tudják, hogy mi legyen a Rally 1-es autókkal. Igen, tehát ez egy nehéz kérdés. Minél hamarabb döntést kell hozni, az biztos. De a mostani helyzet olyan szempontból nem jó, ez látszik, hogy alig van autó, nagyon drágák az autók, stb. Figyelj, egyébként én nem tudnék kizárni elméleti síkon egy átmeneti időszakot se, nem, hogy akkor Rally 2-es autó van, és akkor majd... Azzal talán picit az lenne a probléma, hogy
akkor meg azért nagyon sok mindenkinek lenne lehetősége, és akkor mitől gyári a gyári, és akkor nem a gyári fog nyerni, vagy nem biztosan a gyári fog nyerni. Tehát, és akkor mi van? Hát az nem biztos, hogy jó az FIA-nak, mert nem akar elveszteni a gyárakat, hanem pont bevonzani akar még. Hát jó, de lehet, hogy még szorosabb lenne a bajnokság, meg még nézettebb lenne a bajnokság. Mert... izgalmasabb lenne úgy, mert több versenyző között dőlne el, csak az FIA-nak a törekvéseivel nem biztos, igen, hogy ez összeegyezhető. Csak akkor nem 8 top kategóriás autó, hanem 48. Lenne, hanem 48, igen. De mondjuk egy Rally 2 plusz vagy valami, igen, az is egy érdekesebb dolog lenne. Igen. Na mindegy, szóval, hogy tény, hogy ezek az 1 millió eurós rally autók, szerintem ez biztos, hogy nem tud cél maradni, vagy cél lenni, mert az... Le kell őket váltani, vagy valahogy le kell őket olcsósítani, de valóban most éppen ebben a pillanatban az, igen, a problémájuk, hogy Oké, hogy kibrusztolták, hogy ne legyen ilyen drága, de most akkor mi lesz ezekkel címmel? Most éppen ezért sírnak a gyárak. Szerintem ez heteken belül ki kell kis teljesen. Egyébként szerintem még a hét egyik legmeghatározóbb híre, és egyelőre még ez nehéz látni, hogy mi lesz ebből. Ugye, hogy a Liberty Media megvásárolta a MotoGP-t is. Igen. Tehát ugye a Forma 1 jogtulajdonosa a Liberty Média most a héten vált nyilvánossá, hogy valami horrorisztikus összegért, szinte mindegy is, hogy mennyiért, de megvásárolta a MotoGP-t, úgyhogy ez a jövőre való tekintettel szerintem biztos, hogy izgalmas lesz. Látom magam előtt, hogy lesznek olyan hétvégék, amikor ezek össze lesznek vonva nyilvánvalóan. Las Vegasba, igen. És már nem egyenesen megyünk, hanem lehet, hogy fölfelé. Igen, igen, de egyből a MotoGP-nek a eddigi lebonyolítója tulajdonosa mondta, hogy de nem, a MotoGP nem megy utcai pályán, meg nem, a MotoGP ez, meg az, amit nem csinál. Hát majd kiderül. Szerintem. Folytatódott a tereprali világbajnokság is, Portugáliába érkeztek a versenyzők, ez volt ugye a harmadik futam. Több érdekesség volt a verseny előtt, mert ugye a kiszálló Audival elég sok versenyző munkanélkülivé vált, akik egyébként meg néhányan szerették volna folytatni. Voltak itt összeveszések, bizonyos navigátorok átültek egyik autóból a másikba, márkák között volt itt fluktuáció. Voltak olyan versenyzők, illetve van egy olyan francia versenyző, egy 9-szeres rally világbajnok, aki idén nem szerepel a tereprali világbajnokságban, de úgy tűnik, hogy jövőre szeretne majd szerepelni, csak már Dacia autóval, ezért például elment erre a portugál versenyre, hogy felmérje a terepet, tette ezt egy T3-assal, tehát nem top kocsival, hiszen ezen a versenyen voltak olyan szakaszok, illetve a verseny jellegéből, kialakításából adódóan itt a kis autóval lépést lehet nagyjából tartani az Ultimate kocsival. A sok technikai hibája ellenére egyébként Lőbb nagyon-nagyon jól ment, és volt olyan szakasz, például a második szelektív szakasz, ahol összesen 35 másodpercet kapott Nasser-től, és a másik autójától gyakorlatilag a T3-asod, úgyhogy bejött a sztori, folyamatosan küszködött az autóval, küszködött a problémákkal, küszködött azzal, hogy gyengébb, de nagyon könnyű, nagyon mozgékony, tehát nagyon vicces volt, és egyébként ilyen első és harmadik kategória helyek között autókázott, és a sok hibának köszönhetően végül is az abszolút 22. helyen végzett elő. A másik, akinek nagyon furcsa volt most a helyzete, az Carlos Sainz apukája, Carlos Sainz, aki ugye megnyerve a Dakart vezette a világbajnokságot, majd hát az Audi kiszállt gyakorlatilag mindenből, így autó nélkül maradt. Egyre jobban úgy tűnik, hogy ő a Fordnak lesz majd a gyári pilótája, ugye a Ranger Projectben, de hát most még nem ülhetett ilyen autóban, meg még azt nem lehet pontosan tudni, ezért most egy ilyen átmenetiben beült egy piros matrica nélküli minibe, Ultimate minibe, és azzal indult ezen a versenyen, és végül is egyébként egészen jó helyen tudott végezni, hiszen a negyedik helyen befutott, úgyhogy mentett sok-sok pontot ahhoz képest, hogy a nullából beleült a minibe. Az, akinek nem volt most megint problémája, és nem akart hazamenni, mint a Dakarról, ez Nasser Alati, aki ugye most már Abu Dhabi után Portugáliában is nagyon-nagyon könnyedén győzedelmeskedett, úgyhogy úgy tűnik, hogy mégsem annyira szar ez a ProDrive autó, csak a Dakart nem bírta annyira jól. A második helyen minivel egyébként João Ferreira végzett, 2,5 perc hátránnyal, és onnan 50 másodperccel volt a Toyotával lemaradva Lucas Morales, és utána jött ugye Sainz. Tehát gyakorlatilag az első három, az három különböző autó, úgyhogy ebből is látszik, hogy azért a tereprali világbajnokság az eszeveszettő komoly, ahogy ugye mondtam, Lőb a 22. és három futam után a bajnokság úgy áll, hogy Nassernak van 112 pontja, Sainznak 100, és a Saudi Arajinak 70, ugye a Toyota versenyzőnek, ő lett egyébként most a 6., úgyhogy ő is végül is jól ment. Nagyon izgalmas a tereprali világbajnokság, nyilván folytatódik, figyelni és fogjuk, nagyon kíváncsi vagyok, hogy Sainz egyébként próbál-e másik autót is, vagy előbb-utóbb. Feltérképez mindent.
Ez is egy taktika. Ez is egyébként, nézd, a Lőb is azért ült kis autóba, hogy lássa, hogy egyébként egy ilyen versenyen az... Láttam egy olyan képet, ahogy Lőb meg a Alatiak találkoznak össze. Van ilyen filmünk, ezt szerintem itt ölelkeznek, és röhögnek, és beszólt neki, látják, hogy te ablakkal minden rendben van, mert ugye nincs. És a Lőbről van nagyon sok fotó, meg film, hogy tiszta, dzsuvásan, sarosan. Igen. Ugye nyilván ez ennek a T3-as, T4-es kategóriának a sajátja, hogy ugye nincsen annyira szélvédő, és látszott, hogy nem volt mindig szerintem elég sokat. Biztos nem? vagyok benne, mert látszott, hogy nem volt mindig őszinte a mosolya, mondom, hogy tiszta, hogy fososan. Ennyi idősen ezt így, az kell humorérzék. De azt mondta, ki akarta próbálni, és egy ilyen versenyen, ahol lépést lehet tartani az Ultimate-tel, kis autóval is, vagy kisebb autóval is, nyilván ez egy jó döntés volt. Persze nem egy Dakaron kell ezt kipróbálni, vagy nem egy sivatagi versenyen, de ugye ez inkább egy rally verseny, tehát itt nagyon szűk helyeken, sárba, vízmosásokon mindenen kellett menni, úgyhogy ez erre egy nagyon jó verseny volt. Úgyhogy ez is volt a hétvégén, viszont ami előttünk áll hétvége, azon igazániból a nemzetközi autósportban sincsen olyan túl sok nagy esemény, az egyik legnagyobb ugye a Rally Hungary, a magyar Európa bajnoki futam. Nagyon bízunk benne, hogy sikeres lesz, és hogy minden rendben lesz, úgyhogy aki tud, majd menjen, mi pedig a jövő hétfőn majd foglalkozunk azzal is, találkozunk majd veletek is. Csabi, nagyon szépen köszönöm a napot nektek is, hogy itt voltatok. Jövő héten újra Parkfermérdi is, nézzetek a csatornát. Sziasztok! Támogatónk a Hotel & More, aki már 22 magyarországi és 8 külföldi szállodával várja a pihenni vágyókat. Gumihotel gumiszerelés a Grand Gumi Kft-től. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Partnerünk az Alfa Romeo Magyarország.